kidöntött egy villanyoszlopot egy kamion a horvát határ melletti udvaron kedd este. A sofőr egy kartöréssel megúszta a balesetet, viszont a környező házakban elment az áram. Árokba hajtott és kidöntött egy villanyoszlopot egy kamion tegnap késő este udvaron a fő utcában. A járműre elektromos vezetéket lógtak, ezért az áramszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig a mohácsi hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították, majd a szakasz feszültségmentesítését követően átvizsgálták és áramtalanították a teherautót. A műszaki mentés félpályás útlezárás mellett zajlott. A baleset szemtanúja a szemközti ház egyikében lakik, és szerdán elmondta stábunknak, mi történt előző este. Tegnapi nap 21 óra 47 perckor pont az első lakást zártam be a házamban, egy szál köntösben, és azt vettem észre, hogy a szokásos 80-90-nel tempózott egy kamion az esős úton, és ekkor, mondom, ilyen alacsonyan nincsen villámlás, hát nem villámlás volt, hanem kidöntött egy villanyoszlopot és leszakította a vezetékeket. Ez első volt a kamionosnak a kiszedése a fülkéből, ki tudott szállni, segítettem neki. Jobb kezét fájlalta, illetve erősen remegett, reszketett, ami enyhe sokra utal. Azonnal létesítettem félkézzel a 112-t, félkézzel őt támogattam. A tűzoltóság érkezett meg elsőnek, másodiknak a rendőrség, harmadiknak pedig megérkezett a mentő. Horváth Nikolett, a Baranya megyei katasztrófavédelem szóvivője kiemelte, hogy ilyen balesetek esetén ne menjünk a jármű közelébe, hiszen fennáll a veszély, hogy az áram alatt van. Hogyha olyan balesettel szembesülünk, hogy elektromos vezetékek lógnak le, és azok még áram alatt vannak, akkor semmiképp sem menjünk közel, hívjuk a 112-t, és várjuk meg a szakemberek kiérkezését. A kamion és a villanyoszlop maradványainak eltakarítása szerda délelőtt kezdődött.